A Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszának neve 2021. szeptemberétől hivatalosan Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központra változott. Ez a podcast sorozat azért született, hogy segítsen értelmezni, közérthetővé tenni, hogy a szakirodalom által is 114 féle módon megfogalmazott körforgásos gazdaság definíció mit is jelent a mindennapjainkra vetítve. Felsőoktatási intézményként hogyan tudunk oktatási és kutatási céljainkkal hozzájárulni ahhoz, hogy a hagyományos, megszokott take-make-waste, azaz elvesz, termel, eldob lineáris modellt felváltsa a természeti ökoszisztémák alapján működő körforgásos gazdasági modell. Ez itt az újratervezés, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Egyetemi Központjának podcastje, én pedig Fülöp Réka vagyok. Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen az első adás témája, hiszen a névváltoztatás kapcsán mostanában nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy mit is jelent a körforgásos gazdaság, miért ezt a nevet választottuk. A beszélgetésekből az derült ki, hogy maga a definíció nem sokat segít az új gazdasági modell megértésében, ezért arra gondoltam, hogy talán a legcélszerűbb az alapokról elkezdeni egy olyan mindennapi, mondhatnánk, hétköznapi témával, mint az élelmiszer. A sorozat indító beszélgetéshez ezért két olyan vendéget hívtam, akiknek nagyon testhez álló ez a téma. Vendégeim Gálné Kis Viktória, a Héthatár Kecskefarm tulajdonosa, és Gelencsér Janka, a szőlőskert fogadó termelői piacának megálmodója, ötletgazdája, létrehozója. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Köszönjük, Véka, és reméljük, hogy ez egy nagyon hasznos beszélgetés lesz minden hallgatónak. Én is nagyon remélem, Janka. Először is szeretném megindokolni, hogy miért benneteket hívtalak erre a beszélgetésre. Hosszú életemnek volt egy rövid kitérője, amikor pár évig egy családi gazdaságot működtettünk, és abból szerettünk volna megélni, hogy a saját állataink feldolgozott tejéből készült tejtermékeket próbáltuk meg értékesíteni, úgyhogy teljesen más területről érkeztünk, nulla tapasztalattal, és nekem az a három év nagyon-nagyon sok tanulsággal szolgált. Amikor visszaköltöztem Nagykanizsára, szerettem volna helyben termelt élelmiszert vásárolni, de nagyon kevés lehetőség volt erre. Így amikor Janka szervezésében megnyílt a termelői piac a szőlőskert fogadóban, akkor nagyon boldog voltam. És azért innen szeretném megközelíteni ezt a kérdést, mert a globalizáció hatására már nagyon leegyszerűsödött az élelmiszerhez jutás, hiszen csak be kell sétálni egy üzletbe, és a pénztárcánkhoz mérten szinte bármit leveltünk a boltok polcairól, korlátlan mennyiségben áll a rendelkezésünkre az élelmiszer. Természetesnek vesszük, hogy mindig minden kapható. És akkor itt már szinte tudunk is kapcsolódni a körforgásos gazdasági modellhez, hiszen mindezek mellett tudjuk, hogy nagyon-nagyon kevés erőforrás áll a rendelkezésünkre. Viki, mielőtt téged megszólítalak ezzel kapcsolatban, a Jankának szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért, mikor és hogyan fogalmazódott meg benned ez az igény, hogy Nagykanizsán létrehoz egy termelői piacot? Hát mielőtt elindítottuk ezt a termelői piacot, nem mondom, hogy nem voltak kétségeink azzal kapcsolatban, hogy fogják ezt az emberek fogadni. Hál' Istennek volt előttünk egy nagyon jó példa. Meglepő módon előbb vált Pesten ez értelemszerűvé vagy divattá, hogy termelői piacokat szervezzenek, mint vidéken. Ott volt előttem egy nagyon jó példa, egy bisztró csinált termelői piacot a kertjében. Ott nagyon sok termelőt megismertem, láttam azt, hogy mennyivel lelkes, a vásárlók, megértik sokkal jobban ezáltal azt, hogy mi a szezonális, mi ami éppen kapható, és törzsközönséget tudtak építeni erre a termelői piacra. Mi a Covid alatt indítottuk el ezt a piacot, az első lezárás alatt, és talán úgy gondolom, hogy azért is volt előnyös akkor indítani, mert az embereknek sokkal nagyobb igénye volt arra, hogy olyan dolgokat szerezzenek be, amivel tudják azt, hogy honnét jött, és nem ment át száz ember kezén, látják az ellátási láncot. Ugyanígy a termelői oldalról is, ugye nagyon sok
értékesítési lehetőség bezárult a termelők előtt, így amikor indítottuk a piacot, igazából ez mindkét oldal számára egy előnyös találkozás volt. A vásárlók számára azért, mert megismerhették jobban a környék termelőit, hogy honnét jön, ami az asztaluk elé kerül. A termelők oldalára pedig azért, mert kaptak egy olyan platformot, ahol bemutatkozhatnak, ahol ők megtalálják azokat az embereket, akiket ez érdekel. Viszont az elején nagyon sok kommunikációt kellett azért folytatni, hogy a vásárlók ne a paradicsomot keressék májusban, és ne az eplet decemberben, viszont úgy gondolom, hogy ez már egyáltalán nincsen jelen most, mert sokkal tudatosabbak az emberek, és sokkal jobban tisztában vannak azzal, hogy mi a szezonális, és mi is sokkal inkább arra tevekszünk, sőt, kizárólagosan arra tevekszünk, hogy az legyen jelen a piacon, ami éppenséggel elérhető, és ne kereskedők, ne a külföldön jött el, hanem ténylegesen, ami helyben megtevem, az legyen jelen. Azt hiszem, ez egy nagyon lényeges szempont, és talán innen kellene indítani ezt az egészet, amit Janka mondott, hogy nagyon nehéz megértetni a vásárlóközönséggel azt, hogy valami szezonális. Amiről beszéltünk, hogy a hosszú ellátási láncok miatt, ugye Brazíliából, Spanyolországból, Kolumbiából, a világ bármelyik pontjáról érkezhet hozzánk élelmiszer, ezért megszokták azt a vásárlók, hogy tudnak venni mondjuk télen paradicsomot. És akkor, Viki, azt szeretném tőled kérdezni, mert nekem a saját tapasztalatomban ez nagyon nehéz volt ezt elfogadni, amit a Janka is mondott, amikor én is próbálkoztam ezzel, hogy piacon értékesíteni a termékeket, hogy nehéz volt megértetni ezt hogy valami szezonális, tehát hogy nem mindig minden áll rendelkezésre, hogy neked mi ebben a tapasztalatod, hogy tudtad ezt áttörni így a saját vásárlói körödben, mert szerintem azért ez nálad már jól működik, és egyáltalán honnan indult ez az egész történet nálatok? Hát a mi történetünk 11 évvel ezelőtt indult, mi 20 évvel ezelőtt kezdtünk kecskéket tartani, 10 évig ez hobbi szinten működött egy másik vállalkozás mellett, és amikor a másik vállalkozásomat, eredetileg én virágkötő vagyok, amikor a virágüzletemet bezártam, akkor gondolkodtam úgy, hogy a kecskékkel kéne valamit kezdeni. Elvégeztem egy falusi vendéglátópanziós képzést, és vizsga után úgy gondoltam, hogy adok magamnak egy fél évet, vagy egy szezont ahhoz, itt jön be az, hogy szezont ahhoz, hogy megnézzük, hogy milyen kereslet van az én kecske sajtjaimra. Én kecske termékekkel indultam, kecske sajttal indultam hivatalosan 11 évvel ezelőtt, és a mai napig az emberek nincsenek, a vásárlók nincsenek azzal tisztában, hogy maga a kecsketej egy szezonális termék. Úgy gondolják, mint a tehéntej, vagy bemegyek tényleg a boltba, leveszem a polcról a tejet, a sajtot, az bármikor van. Na most ez egy olyan kis gazdaságban, mint a miénk, ahol tényleg csak két kézzel dolgozom. A család segít az állatok ellátásában, a takarmány megtermelésében, a széna megtermelésében, a téli takarmány előállításában, de magában a kecskékkel foglalatosság, az elletés, hogyha betegek, állatorvos hívás, a fejés, a feldolgozás, a marketing, a piacra jutás, az csak az én két kezem, szóval csak az én két kezemmel csinálom, ebben nincs segítségem. És 11 évvel, amikor kezdtem, akkor csak szigorúan kecsketejjel foglalkoztam. Elindul a kecsketej, vagy a kecskeellési szezon mondjuk január-februárban, ott a gidáknak adunk egy bizonyos időt, ha tovább tartjuk a gidákat, akkor minimum 8 hetet vannak az anyukájukkal, hogy rendesen megerősödjenek. Hogyha leválasztjuk a gidákat, akkor is minimum 4 hetes korukig szopnak, és utána jön az, hogy elkezdjük fejni a kecskéket, és feldolgozzuk a tejet. Ez egy átlag évben mondjuk jó szezonban, márciustól november-decemberig tart. Ezt még a mai napig is nagyon-nagyon sokan jönnek és keresnek januárban, decemberben, épp amikor befejeztük a szezont, utána kezdenek hívni, hogy kéne kecsketej, meg kéne sajt, meg egyebek. Ezt a mai napig el kell mondani az embereknek, hogy nem, a kecske bizony leáll, és pihenni kell neki. Szerintem ez a legnehezebb, én megint csak a saját tapasztalatomra tudok hivatkozni, hogy ezt felejtjük el, tehát azt, hogy mindig minden van, ugye a hosszú ellátási láncoknak köszönhetően,
Valahogy az ember elfelejti azt, hogy ennek van egy természetes ritmusa, hogy a szezonalitáshoz köthető, ugye, hogy mikor mit terem, vagy melyik állat mikor ellik, és hogy lesz abból tej. Hogy valahogy ezt a tudást vissza kellene szereznünk egyrészt, másrészt pedig, hogy nincsen minden korlátlan, vagy végtelen mennyiségben. Ahhoz, hogy egy jól működő családi gazdaság, mint a tiétek, rentáblis legyen, ahhoz ugye van egy bizonyos mennyiség, amit meg kell termelni, de azon túlmutatva már az átlépi azt a határt, amikor családi gazdaságnak tudjuk hívni, amikor tudjuk ezeket a kézműves, vagy tényleg jó minőségi dolgokat oda tenni mások asztalára, hiszen ha ezt a határt átlépjük, akkor az már egy nagyüzemi, vagy egy középüzemi szintet ér el, ahol teljesen másképp működik a rendszer. Janka, te hogy látod, hogy most már 2 éve működik a piac körülbelül, lássak ugye? 2 éve, igen. 2 éve működik a piac. Hogy látod, hogy a ti vásárlóitok, meg Viki, téged is kérdezlek, hiszen állandó résztvevője vagy árusként ennek a piacnak, Hogy látjátok, hogy ez a fajta edukáció azért már így elkezdődik azzal, tehát aki már kimegy a termelői piacra, annak legalább van igénye arra, hogy ezeket megpróbálja megérteni, vagy csak az a szempont, hogy akkor kézműves, berakom a kosárba, hazaviszem, és igazából a többi nem érdekel, vagy nem foglalkoztat. Én hatalmas fejlődést látok ebben az elmúlt 2 évben. Sose fogom elfelejteni, hogy az első piacokon még rengetegszer volt, hogy fél óra alatt akár a Viki is minden terméke elfogyott, és akkor utána jöttek a vevők, hogy miért nincs több is, és ment a felháborodás nagyon sok esetben. Most már, mi is próbáltuk azt kommunikálni, hogy ezek termelői dolgok, nincs belőlük végtelen, fontos az előrendelés, fontos az, hogy a termelő tudja, hogy mire számítson, és szerintem, de én úgy gondolom, hogy ezt te is igazolhatod, hogy az előrendelés az egyre inkább előtérbe kerül, és most már tudják azt az emberek, hogyha igen, ha jó minőségű termelői termékekhez szeretnének jutni, akkor igenis ez tervezhetőséget igényel. Ezt próbáltuk is kommunikálni, ugyanúgy, ahogy a szezonalitást is próbáltuk kommunikálni, de ugyanúgy a termelők is, én úgy gondolom, hogy kivétel nélkül ezt próbálják kommunikálni. Ugyanúgy egyébként, én is nagyon sok mindent tanultam ezen keresztül, mielőtt elindítottuk a piacot, én sem tudtam például, hogy nincsen egész évben kecsketej. Akkor tudatosult vagy, hogy például ugyanúgy a tehéntejnél is megvannak azok az időszakok, amikor nem áll belőle annyi rendelkezésre, vagy hogy miért más színűbb a vaj nyáron, mint télen. Ezek mind olyan dolgok, amikkel azért szerintem érdemes foglalkozni, mert sokkal többet tanul az emberek környezetéről ezáltal, mint hogyha bemegy a boltba, megveszi, és mindig ugyanazt a minőséget, mennyiséget kapja. Viki, hányszor volt olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy én ezt nem csinálom tovább? Jó néhányszor volt. Így fél évente van egy ilyen időszak, amikor az ember nagyon besokal. Hát én már 20 éve csinálom ezt. Azért ez már egy elég hosszú idő ahhoz, hogy néha tényleg be tudjon sokalni az ember. Fél évente azt mondom, hogy eladok mindent, beköltözök panelba, és ez tart így fél napig, és mondtam, nem, nekem az az élet nem való, és én valószínűleg innét fogok nyugdíjas otthonba vonulni a kecskéinkkel együtt, úgyhogy. Mennyire segített az értékesítésben az, hogy a Jankáék elindították a termelői piacot, tehát ha van egy hely itt helyben, és nem kell elmenned mondjuk Káptalantótig, vagy nem tudom, messzebb lévő termelői piacokra, hogy itt helyben van egy ilyen lehetőség, az mennyire könnyíti meg az életedet az értékesítés szempontjából? Az az igazság, hogy én az első 8 évemet azt szigorúan otthonról értékesítéssel oldottam meg. Rengeteg vásárlom volt otthon is, és én azt hittem, hogy nekem ez körön nem kell kilépni. És mivel én a szőlőskert étteremben már hosszú idő óta szállítottam sajtot, a Janka megkeresett, hogy próbáljam ki magam. Először megmondom őszintén, ockodtam, hogy nem, hát én nem, mert nem akarok elmenni, mert nem akartam kilépni az én komfortzónámból. De mikor az első hónapban, az első pár hónapban
az ember látta, hogy ott micsoda igény van ezekre a termékekre, és nem csak az enyémre, hanem a füstölt árukra, a zöldségfélékre, az eperre, minden friss árura, akkor rájöttem arra, hogy igenis ki kell lépni a komfortzónámból, és sokkal egyszerűbb, hogyha én viszem oda a vevőknek, és nem várom el a vevőtől, hogy mivel én nem is Nagykanizsán élek, hanem Nagykanizsa vonzás körzetében, szóval sokkal egyszerűbb értékesíteni így, mint hogy elvárnám a vevőktől, hogy jöjjenek oda házhoz. Nagy segítség volt. Azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak azért jó egy termelői piac, mert hozzájutunk jó minőségi helyben termelt élelmiszerhez, hanem egy közösségi térként is működik. Ugye én is rendszeres látogatója vagyok a piacnak, és nem csak azért szeretek piacra menni, a világ bármelyik piacára egyébként bárhol jártam, mindig kerestem a helyi piacot, nem csak azért, mert szeretnék jó minőségű helyben termelt élelmiszerhez jutni, hanem annak van egy olyan fantasztikus hangulata, egy találkozási pont, egy közösségi tér, és hogy ez mi a tapasztalatotok, hogy ez működik-e itt ezen a piacon? Én álmomban nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire működni fog, és talán amellett igen, hogy edukáljuk a vásárlókat, és hogy hozzájutnak ezekhez a szuper termékekhez, ezt tartom a legnagyobb pozitívumának a dolognak a közösségépítés részén. Akikkel, termelőkkel elindultunk, a 70%-ukkal még mindig együtt piacozunk, és a 30% sem azért nem jön, mert hogy nem szeretett volna a közösség része lenni, hanem sajnos mindenkinek jöhetnek közben olyan dolgok, amikkel nem tud mit kezdeni. Így, hogy kiépült ez a közösség, és hogy a vásárlók is tudják azt, hogy már megismerték a termelőket, hogy tudják azt, hogy mi az, amivel számíthatnak, szerintem ez nagyon sokat tesz hozzá, és szerintem a termelőknek is, és talán ebben a Viki a legjobb példa, aki szinte mindig összefog egy másik termelővel, hogy valamit együtt hozzanak létre, és egész sok kezdeményezést látok erre, hogy nem mindenki külön-külön akar boldogulni, hanem mindenki nyitott arra, hogy együtt hozzunk létre valami jót. Igen, ezt alátámasztom, a fantasztikus kooperációs termékeidet én is nagyon szívesen vásárolom. Hát én azt az elvet vallom, hogyha dolgozok egy bizonyos termékkel, mint például a tökmagolajjal heti szinten, van egy tökmagolajos krémsajtom, amit nagyon-nagyon szeretnek a vevők, akkor azt általában multiba vettem meg, mert ott mindig ugyanazt a minőséget kapom. De hogyha ez a tökmagolaj megjelenik a piacon, akkor miért ne a piacon vásárolt tökmagolajjal csináljam a terméket, amikor ugyanolyan finom, sőt, talán még finomabb is, mint a multiba, amit megveszek. Most egy picit kanyarodjunk el a termelői piactól, ha bár nagyon szívesen népszerűsítem a Szöröskert fogadó termelői piacát, meg a Viki termékeit, de hogy így picit nézzük akkor ebben a körforgásos gazdaság összefüggésben kicsit globálisan a dolgot, hogy ti nem csak ezt a piacot működtetitek, hanem ugye nektek van egy éttermetek is, ahol gondolom ezeket az alapanyagokat fel is használjátok. Hogy ez hogyan indult, vagy miért indult, miért fogalmazódott meg az igény, hogy helyi termékeket, vagy helyben gyártott termékekkel dolgozzatok? Hát a legelejére én nem tudnék visszaemlékezni, hogy ez hogyan fogalmazódott meg. Én úgy gondolom, hogy ez folyamatában alakult ki. Úgy gondolom, azt remélem, hogy az emberekben alapjáraton van elve igény, hogy inkább a környezetében lévőt vészesítse előnyben, csak szimplán ugye egyszerűbb megvenni a boltban. Ez egyébként egy étteremnél is, sőt ez az éttermeknél egyébként nagyon nagy kérdés, mert egy séfnek sajnos nincsen arra kapacitása, hogy 30 termelő telefonszáma a telefonjában legyen, őket napi szinten hívogassa, mi van, mi nincsen, megrendelje, tehát ez a mai napig sajnos nem egy működő képes dolog. Ellenben, hogyha úgymond egyszer kérdezte tőlem valaki, hogy hogyan tudjuk mi megoldani ezt, hogy termelői termékekkel is dolgozunk, és viccesen azt mondtam, hogy hát kell egy termelői piacot csinálni a kertben, és akkor a házhoz jönnek a termékek. Igen, ez egy nagyon jó megoldás elve, persze ezt nem lehet minden esetben kivitelezni, viszont azt látom, hogy egyre inkább törekvés van az éttermekben arra, hogyha nem is 30 különböző termelővel, de legalább egy bizonyos, tehát a
az alapanyag egy bizonyos százalékát legalább tejmelőktől szerezzék be. Ez azért is fontos, mert az emberekben is egyre több igény van arra, hogy megismerjék ezeket a tejmelői termékeket, és ők is, én úgy gondolom, hogy egyre inkább előnyben részesítik azokat a helyeket, ahol van mögöttes tartalom, és nem csak bemegyek, megeszem, elmegyek. Mellette itt az étteremnél ez egy nagyon jó dolog, hogy főleg például nyáron, amikor ott a rengeteg friss sávú, hogy ki lehet menni a konyhával, át tudják nézni, hogy mit szeretnének venni, be lehet vinni a konyhába, a házhoz jön a tojás, a tyúk, a zöldségek, a szörp, mondanám a legfelt is, mert azt néha főzünk is, de ahhoz is esetlegesen az alapanyag, úgyhogy, hogy mondjam, ez egy kölcsönösen jó helyzet. Tehát a termelőnek se lenne arra kapacitása, hogy elmenjen 40 különböző étteremhez, ugyanúgy az étteremnek sincs erre kapacitása, de hogyha van egy olyan platform, és én őszintén azt remélem, hogy egyre több ilyen platform lesz, ahol találkozhatnak az éttermek a termelőkkel, akkor már sokkal egyszerűbb a maga a helyzet. Az előbb beszéltünk a szezonalitásról, meg volt egy nagyon érdekes mondatod, hogy a minőség, hogy mindig egyforma minőség. Ugye ez is egy nagyon lényeges szempont a termelői piacoknál, vagy a termelői élelmiszernél, hogy mindig ugyanazt a minőséget várja a vásárló, hiszen azt szokta meg, hogy egy multiba bemegy, akkor az a fajta sajt, amit ő levesz a polcról, az mindig ugyanolyan ízű, állagú, formájú. Ez termelőként nem valósítható nem. meg, és ez is nagyon fontos része ennek a szemléletváltásnak, hogy el kell tudni fogadni azt, hogy az az adott termék nem mindig ugyanúgy kerül az asztalra. Hát igen, ez nem mindig ugyanúgy kerül az asztalra. Van egy bizonyos sajtom, van egy lágy sajtom, ami hogyha nyáron készül, mondjuk 30 fokban, egy nap alatt elkészül, két nap alatt eladható minőség. Ha télen készül ugyanez a sajt, eleve más az alapanyag, nem legelnek az állatok, hanem szénán élnek. Teljesen más lesz a téli tejnek az összetétele, mint a nyári tejnek az összetétele. Igen, azt szoktuk mondani, hogy a sajt az a legelőn kezdődik. Igen. Teljesen más idő alatt készül el a sajt, egy télen, sokkal hosszabb idő alatt. Most az a lágy sajt, ami nyáron másfél nap, azzal most a télen most már lassan 4-5 napokat szórakozok, hogy eladható minőség legyen, és így is sokkal lágyabb, mint nyáron. Nekem az az érdekes ebben az egészben egyébként, hogy valahogy nem rakjuk össze ezt úgy fejben, hogy ha otthon készítünk bármit, legyen az egy sütemény, vagy házi kenyér, vagy csak egy étel, hogy nekünk se sikerül mindig ugyanúgy. Holott ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgozunk, de tényleg nagyon mesteres szakácsnak vagy séfnek kell lennie annak, aki ugyanúgy el tudja készíteni ugyanazt az ételt sorozatban egymás után. Hogy valahogy ezt így fejben külön választja az ember, nem? Hogy persze, az bocsánatos bűn, hogyha én nem tudom kétszer ugyanúgy elkészíteni azt az ételt, de hogyha egy termelőtől vásárolok egy kézműves terméket, akkor az legyen mindig ugyanolyan. És hogy talán ez is az edukáció részének kell, hogy legyen. Mit gondoltok, hogy mi kell ahhoz, hogy, mert ugye most ez a több termelői piac működik Magyarországon, tényleg vannak most már olyan termelők, akik nem csak piacokon, hanem mondjuk áruházláncokba is bekerülnek, és úgy tűnik egyre nagyobb az igény, de azért látjuk, hogy a tömegtermelés az még mindig sokkal nagyobb számokat produkál. Hogy szerintetek mi kell ahhoz, hogy ez így tömegesen megforduljon, hogy az emberek ne akarjanak mondjuk a multinál vásárolni, ne akarjanak télen paradicsomot enni, meg epret, ne akarjanak mondjuk avokádót enni, mert persze nagyon finom, de tudjuk, hogy az avokádó termelés az borzalmas környezetterheléssel jár, ráadásul ugye ennek nem csak gazdasági, hanem szociális hatásai is vannak. Ez majd talán egy másik adás témája lesz, amikor erről tudunk beszélni. De hogy ez nyilván így tud kapcsolódni a körforgásos gazdasághoz, amiről beszéltünk, hogy megpróbáljuk ugye az erőforrásainkat fölhasználni, hogy ne zsigereljük ki közben mondjuk a természeti erőforrásokat, és hogy ne akarjunk nagyobb mennyiségben fogyasztani, vagy túlfogyasztani, mint amennyire igényünk van, és ezzel ugyanúgy az ellátási lánc végén pedig mondjuk hulladékot, fölösleges hulladékot termelni,
az élelmiszerpazarlásról már ne is beszéljünk, hiszen azért az egy nagyon-nagyon kényes téma, hogy mennyi élelmiszer kerül, mennyi élelmiszer hulladék kerül a szemétbe a végén. Szóval szerintetek mi lehet az, ami ezt a szemléletet egy picit át tudja? Amíg van választék, addig lesz is igény is. Amíg viszont van igény, addig lesz is választék, mely mint itt most a multikat értem ez alatt. Ezt teljesen megszüntetni én nem gondolom, hogy meg lehet, mert csak azért sem, mert nagyon sok ország kimondottan be van elve az exportra, hogyha ez most egyik pillanatról a másikra megszűnne, nem is biztos egyébként, hogy annak olyan előnyös hozadékai lennének. Tehát én például nem mondom azt, hogy drasztikusan minden ilyet szüntessünk meg. Elve egyébként pont láttunk egy példát ősszel, Cipruson, egy termelőnél voltunk, aki elvitt minket más termelőkhöz, hatalmas eperföldek voltak, és mint kiderült rajtuk, embargó van, nem tudják eladni a dolgaikat csak egymásnak. De hát ennyi eperföld, nagyon sokan termelnek eperföld, ennyi eperföld nem tudnak ott felhasználni, ellenben ott nincsen turizmus télen, nagyon más opciójuk nincsen, mint hogy ezt átadják Törökországba, Törökország pedig Európának. Ellenben ez teljes családokat tart el. Tehát, hogyha most mi egyik pillanatról a másikra azt mondanánk, hogy minden ilyet megszüntetünk, például az egész Európai Unióban, akkor az nagyon sok embernek a megélhetését keresztbe vágna. Tehát, hogy ezt sem tudom azt mondani drasztikusan, hogy mindenképpen, de... Az elmélet ugye, hogy a rövid ellátási láncot, hogyha nézed, tehát a 40 kilométeres körzetben megtermelt élelmiszert fogyasztod, akkor ezek a hosszú távú láncok, ezek meg tudnak szűnni, és nyilván akkor nem tud egy egész település vagy egy egész város megélni az epertermelésből, hanem nyilván mindenkinek egy kisebb volumenbe kell gondolkodni. Ebben teljesen egyetértek, és úgy gondolom pont ezért, hogy ez folyamatában lehetne megváltoztatni. Viszont ehhez, amit te is mondtál, a folyamatos edukációra van szükség. Tehát, hogy az sajnos nem fog működni, hogy egyik évvel a másikra átállunk, pont esetlegesen az ilyen dolgok miatt, meg azért, mert van rá igény, de hogyha folyamatosan edukálva vannak erre az emberek, és kicsit talán vissza is tekintenek a múltba, mert akkor ez még működött, akkor szerintem így lehet rajta változtatni. Teljesen megszüntetni biztos, hogy nem, de változtatni igen. És erre már csak az is jó példa, hogy nagy divat lett például ugye az éttermeknél is ez a farm to table, meg hogy a fülétől a farkáig, és vannak is olyan helyek, egyre több, akik ezt ténylegesen követik, hogy mindent felhasználnak egy adott állatból is esetleg, és nem, és kevesebb a hulladék. Vagy ha már van hulladék, akkor ezt lehet komposztálni. Tehát nagyon sok jó kezdeményezés van már elve, de ez idő. Biztos vagyok benne, hogy ez időbe telik. Nyilván az éttermeknek is, bocsáss meg Viki rögtön, átadom neked ezt szót, nyilván az éttermeknek is azon a fajta szemléletváltáson keresztül kellene menni, hogy szezonális termékekkel dolgozzanak, de hogy azt bevállalni, azt a kockázatot, hogy emiatt mondjuk a vendégkörötöknek a nagy részét elveszítitek, hiszen nem mindenki szeretne szezonális dolgokat fogyasztani, szóval ez a 22-es csapdája, úgy érzem. Azt szerettem volna mondani, hogy pont a Jankához kapcsolódóan eszembe jutott, hogy felnőtt egy generáció, amelyik azt hiszi, hogy ő mindig, minden pillanatban mindent megkaphat. Az én generációm, amikor mi gyerekek voltunk, az általános iskolában volt gyakorlókert, mi ott termeltünk zöldséget, 7.-8. tudtuk mi az, hogy kapálni, meg egyebek. Most a mostani 30-as, 40 évesek már úgy nőttek fel, hogy bementek a boltba, abban az időben jöttek be a multik, és mindent megkapunk. A mostani gyerekek, óvodások, már vannak ilyen zöld óvodák, ahogy szintúgy kezdődnek a kis gyakorlókertek, vetnek a gyerekek uborkát, paprikát, paradicsomot, ott nevelnek. Ennek a generációnak fel kell ahhoz nőni, hogy ő tudja ezt újraértékelni, és átlássa teljesen. És talán ahhoz ezek a gyerekek nőnek fel, majd ők a saját szüleiknek el fogják azt úgy mondani, vagy tudatosítják bennük. Mert szerintem ez a 30-40 éves korosztály az, aki mondjuk már, ő már tudatos, kezdenek tudatosan vásárolni, de mondjuk az idősebbek azok, akik még mindig bemegyek a boltba és leveszem. Én falun élek. Mi, ahol élünk, talán az egyedüli hely vagyunk, ahol tartanak tyúkot mondjuk.
És ez annyira nonsense, hogy a falusi is már sokkal egyszerűbb neki megvenni a boltba, mert hogyha tart állatot, akkor nincs szabadsága, nem tud elmenni sehova, mert az egy kötelezettséggel jár, és inkább nem tartanak állatot, nem kertészkednek, nem csinálnak semmit, ott van az a rengeteg parlag föld, és falusi, szóval ez így az ember meg sem érti. Ez lett volna a következő kérdésem, vagy a következő témakör, amiről itt szerettem volna beszélni, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a régi paraszti gazdaságokban, a nagyszülőknél általában, akinek volt falusi nagyszülő, ott mindenhol volt még állat, disznóvágás, tyúkokháznál, hogy ez megszűnt, ahogy mondtad, Viki, hogy ennek ugye az az oka, amit az előbb felsoroltál, hogy ez az állapot vajon visszaállítható-e ebben a túl modernizált, túl technológizált világban, amikor valóban a kényelmi faktort kell elengedni ahhoz, hogy mondjuk ezt ennek, ha nem is az egészet, de mondjuk ennek egy töredékét vissza tudjuk állítani. Egyébként a generációkkal kapcsolatosan pont a Janka itt a legjobb ellenpélda arra, hogy fiatalon mennyire van igénye és milyen felelősség teljesen tudnak gondolkodni. Szóval, hogy azért jó, hogy vannak olyan példák arra, hogy igaz, hogy van egy generáció, akinek már sokkal kényelmesebb az élete, mint az előző generációknak, de mégis látja, hogy ez egy olyan probléma, amin dolgozni kell. Szóval szerintetek ezt a kényelmi szempontot el tudjuk engedni? Én ebben csak pozitív példát tudok felhozni. Ott van például a húgom, aki 20 éves, és nem tudom azt mondani, hogy biztosan az egész generációja ilyen, de például akiket ismerek hasonló korosztályban, róluk azt tudom mondani, hogy igen, ezeket az elveket vallják. Ő volt az, aki a családunkban először azt mondta, hogy komposzteljunk, hogy váltsuk le az acskót, és ezt nem idén mondta, hanem évekkel ezelőtt, hogy próbáljunk meg sokkal környezettudatosabban élni, és én nem tudom megmondani, hogy ezeket ő az iskolában hallotta, a médiában, vagy honnét, de biztos vagyok benne, hogy akár tudat alatt is megkezdődött egy olyan szintű edukáció, ami már eléri ezt a korosztályt is, és igen, ezen a korosztályon keresztül lehet esetlegesebben az idősebb generációt edukálni. Vagy szintén pozitív példának tudom felhozni ott a párom, aki Pesten nőtt fel, itt vidéken ő állatot szeretne tartani, fákat ültet, disznóvágásra jár, és minden olyan dolog érdekli, ami ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan legyünk önfenntartóak. És egyre több olyan emberrel találkozok a saját korosztályomban is, akiknek ez inkább fontosabb, és inkább próbálják ezt hirdetni, és esetlegesen igen, a családjukban is az idősebb generációknak ezt átadni. És hogyha ez nem szűnik meg, hanem folyamatosan egyre inkább generálja magát, és tényleg, ahogy a Viki is mondta, hogy újra vannak zöld óvodák, bölcsik, kiskertek. Szerintem például, nem tudom megmondani, melyik város az, ahol most az óvodában, a falu, ahol az óvodában csináltak ilyen kis kiskertet, de részt vett benne, én úgy tudom, Sok olyan ovi van. Én egyből hallottam így kiemelten, de az még jobb, ha nagyon sok ilyen ovoda van. Szóval a lényeg az, hogy mivel megkezdődött ez a fajta edukáció, és ez visszaszivárog, és én ezt látom mondjuk a saját családomban is, én úgy gondolom, hogy így nincsen minden veszve, hanem ez folyamatosan generálni fogja önmagát. Nyilván az is egyfajta edukáció, amit ti csináltok, Viki, a nyári táborokkal, azzal, hogy nyitott portaként működtök időszakosan, szívesen láttok gyerekcsoportokat, ahol betekintést nyernek ebbe a természetközeli életmódba. Mi a tapasztalatod, hogy a gyerekek hogy fogadják ezt? Hát hatalmas sikere volt a nyári táborainknak. Az összes tavalyi gyerek már tavaly mondta, hogy jönnek idén is. Már idén január-februárban már volt megkeresésünk a táborral kapcsolatban, Kiskunlacházára, vagy honnét. És mondtam, hogy ez napközis tábor, szóval nem megoldható, de az anyuka azt mondta, hogy valamit kitalálnak, mert annyira érdekli őket a dolog. Ezzel kapcsolatban azt szerettem volna mondani, hogy tavaly minden turnusunkban imádták a gyerekek az ott létet. Minden turnusunkban volt egy ilyen főzési nap, amikor fölmentünk a hegyre, és ott a gyerekek, bográcsoztunk a gyerekekkel, a szülők meg lettek hívva. És az utolsó turnusunknál volt olyan, hogy kivittük a gyerekeket a kertbe, mert előtte is a kertből hoztuk be a dolgokat, de valahogy így nem jutott eszünkbe, hogy éppen a gyerekek szedjék ki a krumplit, vagy egyebek. És kivittük a gyerekeket, adtunk ásót a kezükbe, és ők ásták ki a krumplit, szedték a hagymát, a paprikát, a paradicsomot, a padlizsánt.
úgy élvezték, annyira jó volt látni, hogy tényleg így mindent összeszedtek, és mikor felmentünk a hegyre, mondtuk a szülőknek, hát bizony, a te fiad vagy a kislányod szedte azt a paprikát, paradicsomot, és annyira megdöbbentő volt az anyuka válasza erre, tényleg te ilyet csináltál, akkor otthon is kiviszlek a kertbe. Szóval én ott így ledöbbentem, hogy a falusi emberek sem viszi már ki a saját gyerekét a kertbe, nem mutatja meg neki, hogy kell egy zöldséget felnevelni, vagy miből lesz a paprika paradicsom és falun. Szóval én nagyon-nagyon rossz irányba elmentünk, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez meg fog változni. Hát én is nagyon remélem, hogy megváltozik. Ezek alapján, amiket mondtatok, talán tényleg van remény, és én is azt látom, hogy azért van egy olyan generáció most, akik kisgyerekkel már a városi létet nem tartják élhetőnek, vagy nem szeretnének ott gyereket nevelni, egyre többen szeretnének kiköltözni vidékre. Én azt gondolom egyébként, hogy azért egyedül ez nem megy, nyilván ehhez közösségek kellenek. Mennyire láttok erre egyébként esélyt? Ugye Viki, te mondtad, hogy ott a faluban egyedül ti foglalkoztok ezzel, hogy ha most oda szeretne a ti falutokba kiköltözni 8-10 olyan család, aki szívesen foglalkozna önellátásra, vagy legalábbis szereti megtermelni magának az élelmiszert, hogy van erre szerinted esély, hogy akkor ott egy ilyen közös összefogással, akár egy helyi ellátási lánccal tudna ez működni? Nyilván ez ilyen utopisztikus. Utopisztikus, igen, de hogyha nem tudom, egyre nagyobb esélyt látok arra, hogy az emberek, nem tudom, így összefogással szerintem sokkal többre megyünk, mint százan húzunk száz felé. Meg kell próbálni. Janka? Azok után, amit tényleg a piacnál láttam, összefogást, én úgy gondolom, hogy igenis van elve esély. Előtte kicsit kételkedtem benne, de hogyha már egy projektnél sikerült, akkor úgy gondolom, hogy talán többnél is sikerülhet. Hát akkor legyen ez a végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem a hallgatóknak is, hallgatók is értik, hogy miért az élelmiszerrel kezdtük ezt a beszélgetést, és ez hogy kapcsolódik a körforgásos gazdasághoz, és aztán nyilván majd folytatjuk a témákkal. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hát remélem, hogy találkozunk nem csak a termelői piacon, hanem majd egy olyan közösségben, ahol ez a modell tud működni, és annak ti oszlopos tagjai lesztek. Köszönöm szépen. Köszönjük. Így legyen, köszönjük.